Egy fiatal férfi megkérte édesanyját, hadd töltse alattyáni albérletében az éjszakát. Az anya megengedte ezt, annak ellenére, hogy fia korábban többször meglopta őt. Reggel a férfi felmenője szobájába ment, ahol kivett a pénztárcájából 3000 forintot. Ahogy édesanyja tudomást szerzett fia cselekményéről, rögtön kérdőre vonta. A gyanúsított megfenyegette és szidalmazta anyját, aki kivette fia kezéből a pénztárcát, hogy abból ne tudjon több pénzt kivenni. A gyanúsított öccse édesanyja védelmére kelt, azonban a tettes a pénz megtartása miatt továbbra is megöléssel fenyegette családtagjait és lögdöste őket. A Csetepatinak a főbérlő megérkezése vetett véget. A gyanúsított távozott a helyszínről. Őt bejelentést követően a délutáni órákban fogták el a járőrök. A férfi övtáskájából átlátszó pakban 26,5 g fehér port foglaltak le a nyomozók. Ezért ellene új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt is nyomoz a rendőrség. A 28 éves férfit rablás büntet miatt gyanúsítottként hallgatták ki, azonban nem tett vallomást. A nyomozó hatóság a férfit őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását.